Szeptember 30-án tartották az Egri Bazilika Szent Mihály búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Stefan Szecska püspök volt, akit a szertartás kezdetén Ternyák Csaba egri érsek köszöntött. A szepesváraljai egyházmegye főpásztorának szentbeszédét Kakuk Ferenc érseki titkár tolmácsolta a hívek felé. Amint a homiliában elhangzott, minden ember legalább három fő meghívást kap az Istentől: az életre való meghívást, a Krisztussal való életre való meghívást, valamint a küldetésre irányuló meghívást. A szentírási történet, amely Natanael Istentől való meghívásának és a Jézussal történt találkozásának történetét tárja elénk, gondolkodtasson el ma minket is. Van-e Krisztusba vetett határtalan hitünk és bizalmunk? Ha ugyanis Krisztus hívását meghalljuk, elsősorban bíznunk kell benne. A meghívott embert a hite az Isten felé, az Istennel megélt élet felé és a vele való egységhez vezeti. Jézus megígérte azoknak, akik hisznek benne és elfogadják őt, hogy kinyilvánítja nekik dicsőségét. Keresztelő Szent János Isten fiának dicsőségét a Jordánnál látta meg, az apostolok a Táborhegyen, Péter apostol megtapasztalta a csodás halfogáskor, Máté a meghívásának pillanatában, amikor az Úr Jézus meghívta őt a vámnál, a néptömeg pedig akkor, amikor tanította őket, és beszélt nekik a Jóistenről és országáról. És mi mindnyájan naponta megtapasztalhatjuk közelségét és dicsőségét a szent áldozáskor, minden egyes szentmisében, amikor imáinkban vele egyesülünk. Ő mindig kinyilatkoztatja magát nekünk, ilyenkor mi is megvalósíthatjuk mindazt, amit Krisztus tőlünk elvár, és azt is, ahogyan elvárja. Fogalmazott Stefan Szecska szepesváraljai püspök szentbeszédének zárásaként. A Szent Mihály búcsú a székesegyházat megkerülő körmenettel zárult.